Jó reggelt kívánunk akkor itt a kanapéról is. Jó reggelt kívánok. Akkor tisztázzuk ezt a gyerek kérdést. Akkor most vannak-e ikrek? Ha igen, akkor mekkorák? Van 4 gyerekünk, és ebből 2 vannak ikrek. Most voltak 1 évesek. Nekik még az egyiknek nincs fog, a másiknak van egy csomó, és az egyik idősebb meg most lesz. Adogatják. De odadok egyet, te is adjál vissza egyet. Na, de hogy mi volt most a dráma, akkor ezt osztuk meg a nézőkkel. A dráma az, hogy tegnap elvesztett a második gyerekünk az első fogát, de a fogtündér nem volt felkészülve, úgyhogy most rögtönöznünk kellett. Remélem nem nézi az adást. Igen, nem nézi, biztos nem nézi. Ez a fogtündér, ez mekkora őrület tényleg a gyerekes szülőknél, hogy elviszi, elrakja, fér. És hogy örülnek egyébként majd, amikor nagyok lesznek, nagyobbak lesznek, amikor majd ott van, megtalálják. Maguknak gyűjtik nálunk. Ja, a nagyobb legalábbis egy kis üvegcsében elrakta az összes eddigi fogát, de ez nem túl épületes látvány néhány évvel később. Az, de nem, van az a pillanat, amikor örülnek karácsonykor, egy ilyen kis picike üvegbe bele kéne. Gyerekek, olyan jó szülők voltunk, összegyűjtöttük az összes tejfogatokat. Boldog karácsonyt! Na! Akkor egy hihetetlen átkötés a Népszava címoldalának is fogorvosi téma, de tényleg. És ez arról szól, hogy a fogászati ellátásban is megjelentek a hosszú várólisták. Egész konkrétan említi egy fogorvos, hogy miközben 10 gyerekből 2-3-nak biztosan szüksége van fogszabályozásra, egyes megyékben erre a kezelésre már éveket kell várni. Ami pont ugye a fogszabályozásnál sehol, de itt meg kifejezetten nagyon nem mindegy, hogy most azonnal megvan, vagy évek múlva. Aztán Zalában például 3 évet, mert ott havonta csak 45 órában van szakorvos. Igen, egyébként erről a komáromi már korábban beszélt nekünk, mármint hogy Komáromi Zoltán. Hát azért az a helyzet, hogy a fogorvoslás az már félig meddig ki volt szervezve a közegészségügyből eddig is, tehát aki tehette, az nagyon sok esetben eleve a magánfogorvosához ment. Kivonták a TB finanszírozás alól mondjuk az olyan kezeléseket, mint fogpótlások, és hát hogyha szétnézünk Magyarország szegényebb vidékein az idősebb emberek körében, akkor ennek látjuk is a nyomait. Ez elképesztő egészségügyi károkat okoz, hogyha Komáromi Zoltánnal beszélgettetek, akkor ő biztos elmondta, hogy milyen egyéb betegségeket indukál az, hogy valakinek nem jók a fogai. És egyébként itt is említi a WHO adatait, miszerint a 65-74 éves magyar emberek negyedének már egyetlen foga sincs. Ezért mondja azt a Párbeszéd, hogy vissza kéne vinni TB finanszírozásba a fogpótlást, meg az összes ilyen típusú fogorvosi ellátást, de hát Orbán Viktor fogorvosának a magánpraxis a fejlesztésére, meg a fogászati turizmusnak a fejlesztésére, hogy hát van pénz ebben az országban, de hát hogy ő vezeti valami miatt ezt a szakmai szervezetet. Arra meg nincs pénz, hogy az idős magyar embereknek legyen mondjuk valami megrágni az ételt. A Magyar Hírlapban, hogyha az ember... Ugye? Hát igen. Na, mert ritkán látunk ilyet. Megmutatod? Hát konkrétan mutatom, csak hogyha a 10 kamerából egy rá tud közelíteni, akkor... De ha kifordítod... Mit látunk? Jó. Most viszont már a Jim is kollega rám közelített, de akkor mutatom a 3-asba vagy az 1-esbe. Egész dupla oldalas interjú a frissen kinevezett agrárminiszterünkkel, és nagyon helyes egyébként, hogy megismerhetjük őt a Magyar Hírlap hasábjain keresztül, mondjuk akár 2 oldal terjedelemben is. A lényeg az, sok lényeges dolgot nyilván elmond a miniszter, de hogy összhang van most ugye fiatalokat érintően a tekintetben, hogy ő is azt mondja, hogy az agráriumban, vagy az agráriumban kellene terelni ugye a fiatalokat, hát nyilván azért, hogy a mezőgazdaságot egy kicsit felhúzzák, egy új generáció érkezzen meg, és hogy a kormányzat most azt mondja, hogy a munkaerőhiányt lehetne enyhíteni, természetesen állami támogatással, hogy több diák menjen el dolgozni. A mezőgazdaságban. Nem, a kormány ugye nem a mezőgazdaságra érinti, hogy a diákok dolgozzanak mondjuk akár a nyári szünetben, ezt a mezőgazdasági miniszterünk, vagy a gazdasági miniszterünk említ, hogy oda kellene sok-sok fiatal állandó jelleggel. Hát egyébként elég sokan dolgoztak a magyar mezőgazdaságban, és szerintem a nagy részük továbbra is, vagy ismét szívesen dolgozna, hogyha lenne erre megfelelő igény. Úgy érte, hogy nem éjbérért, és nem teljes kiszolgáltatottságban idény munkásként meg ilyen napi bejelentéssel, hanem mondjuk rendesen státuszba véve normális fizetésért dolgozhatnának. Ja, az, hogy munkaerőhiány van,
azokért a pénzekért, amit hajlandóak kifizetni a magyar nagybirtokosok, azt eddig is tudtuk, és nagyon sok importmunkerő volt Romániából, Ukrajnából, hozatták eddig is az embereket a nyári szezonban az idénymunkákra, ahelyett, hogy mondjuk itthon megfizetnék. Ilyenkor ugye ez a migráció nem probléma, amikor meg máshonnan érkeznek a gonosz migránsok, akkor meg egyből megy az ajvékolás. Az biztos, hogy valami nagyon el van rontva, miközben a nagybirtok meglehetősen jövedelmező, főleg az uniós támogatások miatt, és hát tudjuk, hogy az egyik legnagyobb birtokos Mészáros Lőrinc, másik Csány Sándor, tehát hogy itt nem azokért a kistermelőkért kell aggódni, akik egyébként a szomszéddal közösen meg tudják művelni azt a néhány hektár földet vagy gyümölcsöst, amiük van, hanem itt alapvetően arról az új feudális rendszerről van szó, amely nem talál magának ébérért munkaerőt, és ezért kivezényelteti a közmunkásokat, olcsó importmunkaerőt vagy diákmunkásokat próbál befogni, ahelyett, hogy tisztességgel megfizetni az egyébként ott élő és hozzáértő embereknek a munkáját. Egy másik téma, elég durva hír találtam a Népszavában, ami arról szól, hogy a 11. osztályos diákoknak az új állami tankönyvekben egy elég furcsa példán keresztül mutatják be a romák felzárkóztatását, illetve annak történetét. Egész pontosan arról van szó, hogy egy 1893-as szöveget használ ez a tankönyv, ami arról szól, hogy most idézetek következnek, az egész és félkóbor cigányokat nem lehet gyerekeik rendes iskoláztatására bírni, és azért, hogy ez megtörténjen, a kóbor cigányoknál csak kényszereszközzel érhető el ez mind idézet. Egy kis kegyetlenséget el kell követni a humanitás nevében, az egyéni szabadság némi korlátozására kell magát elszánni az államhatalomnak, hogy igazi emberi szabadságra neveljen egy jelenleg vadállat módjára szabad fajt. Ez van a tankönyvekben, és komoly vitát generált ez a szöveg a Facebook csoportban, egy pedagógus Facebook csoportban. Van, aki azt mondja, hogy ez csak forráselemzés és történelem, más pedig azt mondja, hogy még ha ilyen alapon szerepel is a tankönyvben, jelezni kell azt, hogy ez egy abszolút avit és antihumánus és rossz megközelítés. Hát és ez nincs jelezve. Az a baj, hogy amilyen irányba mennek ebben az országban a dolgok, sokakban felmerül az joggal, hogy ez esetleg megalapozása valami intézkedésnek, hogy legalábbis egy olyan gondolkodás irányt jelez, amiből az is következhet, amit valóban hát, több mint 100 évvel ezelőtt írtak le utoljára, hogy el kéne szakítani a gyerekeket a szüleiktől, hogy úgymond civilizált körülmények között neveljék fel őket. Ilyet Ausztráliában csináltak az ottani benszülöttekkel szemben, azóta több kormányfő is bocsánatot kért, hogy ilyen megengedhetetlen, és ez tényleg a legsúlyosabb elnyomó rezsimeknek volt a sajátja. Egyébként korábban a Jobbik házalt ehhez hasonló gondolatokkal, de ma már ők is levették ezt a napirendről, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha az oktatási kormányzat és egyáltalán valamelyik Fidesz illetékes egyértelművé tenné, hogy ez nem vállalható számukra, és ne tegyünk úgy, mintha ezek a források, ezek tényleg csak a történelmi érdekesség miatt kerülnének be. Azért egy 11-es gyerek nem biztos, hogy meg tudja különböztetni, hogy ez most egy érvényes, politikailag egyébként releváns tartalom, vagy valami, ami a 19. században volt jellemző. No, várj csak néhány szót akkor erről a bizonyos GDPR-ról, ugye, amihez Magyarország is csatlakozott kötelező jelleggel május végétől mindenkinek eleget kell tenni a legújabb elvárásoknak. Szerintem mindannyian kaptunk az elmúlt hetekben a postaládánk megtelt különböző cégek részéről, ugye, akiktől kaptunk hírlevelet, kapcsolatban voltunk, hogy fogadjuk el az új adatvédelmi szabályzatot. Jól működik a rendszer ön szerint? De egyrészt az embereknek ez egy kis kellemetlenség, meg nagyon sok olvasást igényelne, tehát hogyha komolyan vennénk azt, amit írnak. Gondolja valaki ezt végigolvasta, vagy nem ismerek ilyen embert, aki az összes ilyet átolcettig végigolvassa. De az még hagyján, hogy az embereknek plusz két kattintás, igazából azoknak a vállalkozóknak, civil szervezeteknek, bárkinek, akik adatot kezelnek, jelent ez elképesztő mennyiségű plusz munkát. És ami a probléma, hogy ez a rendelet, ez több mint 2 éve ismert, ezt ugye az EU-ban fogadták el, de közvetlenül alkalmazni kell már május 25-e óta Magyarországon is. Igen. Most ezt úgy kellett volna alkalmazni, hogy semmilyen magyar törvényi szabályozás nincs, hogy a magyar infotörvény, illetve ez a GDPR-nak nevezett általános adatvédelmi rendelet, ez hogyan hozható összhangba, és van egy
terület, vagy csomó olyan terület van, ahol ezek hát szemben mennek egymással, vagy legalábbis nem pont ugyanolyan szabályozást jelentenek. Úgyhogy a magyar kormánynak itt lett volna a tennivalója, de nem végezte el a házi feladatot. Két év alatt nem alkották meg azt a magyar szabályozást, ami összhangban lenne ezzel a GDPR-ra, és innentől kezdve mindenki bizonytalanságban. Most elfogad mindjárt a parlament egy olyan törvényt, ami egy oldal, és csak annyit mond, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az, aki felelős ennek a felügyeletéért, de az, hogy milyen szabályokat kell követni, az még mindig nincs meg. Tehát lesz még egy kör, amikor megint törvényt módosítanak, megint igazodni kell hozzá az összes 1,7 millió magyar vállalkozásnak. Újabb költségek, újabb ügyvédi megbízás, újabb szakértők, tehát elképesztő károk, szakértői becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű károk lesznek a fölösleges felkészülés miatt a magyar vállalkozásoknál. Ráadásul egy csomóan a nagy pánikban adattörléseket végeztek, ami visszaállíthatatlan, olyan költséges fejlesztéseket indítottak, amikre nem biztos, hogy szükség lett volna, hogyha ismerik a magyar szabályozást. Tehát az, hogy a Fidesz megbukott ennek a bevezetésével, az egészen biztos. Hát, érdekes gondolat ez is. Mindenesetre köszönjük szépen, hogy itt köszönjük. Volt. Köszönjük. Köszönöm, hogy itt lehettem.